A Medigames, vagyis az orvosi világjátékok mintájára dr. Stefanovics Ágnes pécsi szülésznőgyógyász elhatározta, hogy hagyományteremtő céllal sporttalálkozót szervez a kollégáknak. A 2019-ben indult kezdeményezéshez egyre több fiatal egészségügyi dolgozó csatlakozik. 2019-ben rendeztük meg első alkalommal itt nálunk Pécsen. A célunk az, hogy az idősebb generációt, a már végzett orvosokat, akár veterán versenyzőket közelítsük a most egyetemista, illetve a fiatal hallgatókhoz, RTK-s hallgatókhoz, EOK-s hallgatókhoz. Hála Isten idén eddig ez az a rendezvény, ahol a legtöbb hallgató vesz részt, rengeteg orvostal hallgatónk van, mind magyarok, mind külföldiek, és nagyon-nagyon örülünk ennek a idős csapat mellett. Atlétika, úszás, fekvenyomás, illetve egy öreg fiú, öreg lányok kézilabda meccset is szerveztünk az estére. Tétje alapvetően tényleg az, hogy a rendszeres testmozgás, az egészségünk megőrzése, hogy együtt legyünk, sportbarátságok tudjanak születni, ez a legfőbb célja. A résztvevők közül többen hazai és nemzetközi szenior versenyeken is indulnak. Tavaly voltam először, dr. Stefanovics Ági meghívásának tettem eleget idén is, csak úgy, mint tavaly, és minden dobószámban indulok. Tehát a gerelyhajítással kezdtük idén, következik a diszkoszvetés, majd a súlylökés. Ez egy olyan szerelem, egy olyan hobbi, amit szerintem kortól, nemtől függetlenül, amíg él az ember, addig csinálni illik és érdemes. Gyakorlatilag az életemet végigkísérte az atlétika. Nagyon szívesen teszek eleget ilyen szép és nemes meghívásoknak, ami ugye az orvosok mozgását és életmódját támogatja. Én ezen felül részt veszek a saját korosztályomnak megfelelő olimpián, világbajnokságon és Európa-bajnokságon, Ágihoz hasonlóan, és idén is például Bragában az Európa-bajnokságon indultam. A Magyar Orvosok Sportegyesülete a tervek szerint minden évben megrendezi a pécsi sporttalálkozót. Nagyon fontos egyébként, meg kell, hogy mondjam. A Magyar Orvosok Sportegyesülete igazából évente egy alkalommal tart egy összezárást, ahol lehetőséget biztosítunk az idősebb sportoló kollégáknak a mozgásra. És ez nagyon jó kezdeményezés egyébként a pécsiek részéről, több alkalommal meg is dicsértem őket, mind az egyetem vezetése, mind pedig a szűkebb szervezők, a László Zita és a Stefanovics Ági, aki ennek tényleg a mozgatója. És az, amit én elmondtam a bevezetőben, hogy rendkívül sok fiatal van, és nekünk, legalábbis nekem, ugye már 79 éves vagyok, tehát nekem nagy öröm, amikor egy fiatalokat látok, mert lesz kinek átadni a sportolás lehetőségét. És a másik, hogy mi legalábbis nekünk orvosoknak rendkívül fontos az az elv, amit a magyar veterán atlétáknak az egyik vezetője mondott, hogy sport egy életen át. Tehát ez az orvosra rendkívüli módon vonatkozik, mert hisz a beteg bennünket, mint példát tekint. Hogyha én mozgok, akkor azt ő, hogyha csak nyomon követi, az már nagy dolog. Ha még el is kezd sportolni, az még nagyobb dolog. Mert nyugaton gyakorlatilag ez úgy működik, például Finnországban, hogy nem annak adnak pénzt, aki beteg, hanem aki egészséges, mert az arra költi, tehát saját magára költi, és nem megy orvoshoz. Tehát nem vesz igénybe az orvos munkáját. Az orvosi világjátékokat 1978 óta rendezik meg. 20 sportágban, 6 korcsoportban a világ 44 országának több mint 2000 versenyzője vesz részt a viadalokon. A rendezvényt színvonalas kongresszus kíséri, melynek fő témája a sportorvostan, illetve az egészségmegőrzés. Idén július 3-a és 10-e között Portugáliában rendezik a 41. Medigames-t.